előadásom témája az LDP, vagy a Living Need Projectről szakszerűen, meg kimutathatnám be jobban, hogy a Living Need Projectnek a Living Need Project tagjai és a összekező értmény. Tehát... Ugye sokakban felmerült az a kérdés, hogy és ez a Living Need Project, mert sokszor hallják a nevet, de nem mindig tudják beazonosítani, hogy ez pontosan mit is takar. Tehát van, aki azt hiszi, hogy Boszlé Group vagyunk, tudni, hogy a fotózáson azért ismernek minket, de egyébként egy kétségekről kevésbé. Úgyhogy most ezekről egy kicsit bővebben fogunk beszélni az előadásban. A név jelentése ugye valóra vált állunk, szép fordításban persze. Ez azt akarja, hogy mi olyan tevékenységeket igyekszünk végezni, amelyek segítenek másoknak, akár kisebb, akár esetleg nagyobb állunk valóra váltásában is. Szilárd pillanatban olyan dolgokban merül ki, amivel lehetőséget adunk másoknak. Erről bővebben fogok beszélni, hogy miféle lehetőségeket pontosan, de már megvan a lehetőség, akkor már csak rajta múlik, hogy majd mit kezdesz vele. Kicsiben kezdtük az egészet, ketten, hárman, néhány emberrel, most viszont már látni fogjátok a dolgokat, hogy mennyien vagyunk, de még mindig nem elegen. És a mondtok leginkább az, hogy azért foglalkozunk főleg a cosplay-jel, mert szerintünk a cosplay az álmodás egy módszere. Tehát ez is egy lehetőség, ami korokolás az álmod. Belelődni egy olyan jelenezre, ami hát mondjuk jó érzés tényleg, vagy hogy azonosulhatsz egy adott karakterrel, akinek egy nagy kedvence. Már ez egy picit egy álom korokolását jelenti. És hát emellett nagyon kellettek a kifutók a cosplay-eseknek, mert ez egy olyan rész, ami kevés figyelmet kap, és hát nagyon kevés az a fontos, aki hajlandó is foglalkozni ezzel. És hát lássukra azért egy cosplayesnek nincs arra pénze, hogy hatalmas összegeket kiadjon azért egy hivatásos fotósnak, hogy kapjon képeket. Tehát a jelen mondtam, hogy a lehetőségeket adunk másoknak, most a jelenlegi lehetőségeinkről fogunk beszélni egy kicsit. Jelenleg a csapatos cosplay elkészítése és egymás építése. Na most ez azért fontos, mert pont holnap körül sor egy ilyen Roxival és egymással, hogy így a páncélokat készítek, és mindenki a csoportban, a Living Teamben élt valamihez, amiben nagyon jó, illetve továbbfejleszti magát azzal, aki azon nem tud annyira érvényesülni, így mindenki tanul mindenkitől. Ezért fontos a csapatos cosplay készítés, mint holnap volt majd, ugye, mint mondtam. Most például holnap páncért készítünk a Roxival, mert majd megtanuljuk majd sminkelni. És egy csapatos cosplay, az jelen pillanatban egész jól bemutatjuk, hogy milyen. Igen. Kicsit ezt szerveztük. Ugye a cosplay-es fotók készítés és a fotózások szervezése nagy főprofilunk volt eddig, és hát most is szeretnék ezekkel foglalkozni, mert mint mondtam, kevés a fotós és nagy igény van rá. Sokaknak jól jön, nagyon, hogyha tudnak nagyszerű cosplay-ről, vagy akármilyen tök jól áll neki cosplay-ből egy olyan minőségi fotót készíteni, ami hát már vállalható szint, tehát hogy tényleg megkölteti akár egy külföldi versenyre. Gyakorlás lehetőség fotósoknak, grafikusoknak és cosplayereknek. Igazából erről én tudnék szerintem a legjobban beszélni. Én grafikusként kerültem be most a Living Teambe, és igazából most már van mellettem még egy grafikus, így van főállásban, és nagyon jól össze tudunk dolgozni. Az iskolai munkáink mellett ez például nekünk tényleg tökéletes gyakorlás. Hát fotósok, cosplayesek, ugye hát mindenkinek, tehát a cosplayerek megtanulhatják a pózolást, a fotósok ugye különböző technikákat, ugye amit már Kriszti is elmondott. És hát ugye azt ne felejtsük el, hogy ez esetben például a fotós teljes mértékben beleegyezést ad ahhoz, hogy a képét felhasználja a grafikus. Igen, tehát a grafikus az nem innen a lelapott képekből dolgozik, hanem külön megkapja a fotóstól az eredeti képet. Sőt, a fotósai még örülnek is nekik, hogy nem nekik kell megszületni a grafikai munkát. Mi utól munkázunk. Van ezek kívül írásbeli megjelenési lehetőségünk is most már, hiszen ugye a weboldalunk az rendelkezik egy blog részleggel, ahová jelen pillanatban én élök a legaktívabban, viszont új tagokat vettünk fel, akik interjúkat fognak majd készíteni, tippeket, amiket osztanak meg veletek, vagy hát bármit, amit megposztják kapcsolatos vagy fotózással esetleg, tehát ugye a témába vág azért mégiscsak.
mert a politikában nem fogsz tudni esni ezt megígérve. Igen, a következő pont, hogy az, hogy gyakorlatot és tanulat marketinget szervezhet és egyéb hatányokkalhat is. Most ez nagyon fontos az, hogy mint kosztályásnak is, hogy tudja, hogy mint marketing, nagyon fontos, hogy az, hogy hiába egy jóhoz kiért, hogy nem tudod magad idézni, sem most mondhatnám azt eladni. És reklámot, azért mondom, hogy idézni, sem eladni. Fontos az, hogy ugye, hogy megfelelőképpen tud magad reklámozni, mondhatjuk így, mások felé, mint ugye a szervezésbe is beletekinthet. Valakinek ez a szíve vágya, hogy mi azt lehetne szervezni, akkor nyugodtan kérj a segítséget a LinkedIn csapattagjaitól, bárkitől, akinek van egy már benne gyakorlata, és egyéb háttérjukkal, ami nagyon szintén nagyon kell az ember, ugye mint minden fegyverbe, szépen háttérmunkákat is ugye megesetünk, mik folynak egy adott fotózáson, mi a fontos, milyen kamerákra szükség ott, és minden apró cseppő dolgot el tud segíteni az ember. Azt kiemelni, mint mondjuk a sminket például, tehát az háttér munkának számára jön bele egy jó smink, az mi tudjuk jól, hogy nagyon fontos, és például ebben az is vagy, hogy ezt most már nem. Az én sminkemet jelenleg azt úgy készítettek. Nagyon fontos ugye, hogy a csapatmunkát azt nagyon tudjuk hozni, tehát nagyon sok ember nem tudok akár dolgozni, mert hát sokat van, és hát vannak olyan fotózások, olyan lehetőségek, olyan események, ahol már kell rengeteg támogató a háttérbe, aki tényleg csak azért megy el a fotózásra, hogy, hogy a háttérből segítsen egy képek készülésében. A kedvenc például, mert én külföldről jött, a Bullpatter Barbie Cosplay, egy 9 frankó roka, egy bikini szintű fürdőruhában van kéne, és hát a 9 frankat azt nem tudják hova rögzíteni, ugye ott a fürdőruhán, nem állna meg úgy sem, hogy. És van egy olyan kép fenn, ahol ott van a kész kép már a fotóssal, tehát a fotós elkészített, ugye a bőrről, és van egy másik kép, ami kívülről mutatja azt, hogy hány ember dolgozott rajta, hogy tótokkal tartották a medence két oldaláról ki a farkakat, és akkor még volt még egy ember, aki megbújt a lány mögött, hogy az utolsó egy darabot aztán én tartsa, és akkor a nevétől akkor nem is beszéltünk meg az egyéb ilyen dolgokról. Tehát én tényleg kell a háttérben az, hogy segítsünk abban, hogy az adott cosplay darab az ott legyen és ugye úgy kell. Jelenleg most vannak a kapcsolatok, tehát nagyon fontos számunkra az, hogy mindenféle kapcsolatokat tudjuk rendelkezni. Itt most mondhatom azt, most mondhatom ki a különböző neveket? Nem, 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 különböző nagyobb események, gamer események, esetleg töltő, stb. Így körbeíró. Tehát igen, jelenleg most oda is jelentünk a csapatnak a kapcsolatai, és nagyon fontos tényleg a kapcsolatépítés, ugyanis hát én saját tapasztalatból is mondom, hogy nagyon jó, hogy több ember, minél több embert ismerünk meg, és nem lehet tudni, hogy éppen melyik ember fog abban a bizonyos dologban, ami nehézségeink van, tudjuk segíteni. Tehát, és mindenki, mint mondtam, mindenki jó valamiben, és ezért nagyon fontos tényleg az, hogy több lábban álljon maga egy szervezet. Plusz, hogy azt számoljuk bele, hogyha például valaki úgy lép be a csapatokba egy nyugodtanként, hogy hát nincsenek túlzottan kapcsolatai, mert nem az az impuls, egy kicsit olyan félig visszahúzódó, nem, mert csak úgy oda menni és közvetlenül ismerkedni akárkikkel. Attól még rajtunk keresztül most már így lehetnek olyan kapcsolatai, hogy hát ő szeretne mondjuk valamit adott feladatot elvégezni egy adott rendezvényen, és akkor tudunk szólni, hogy hát itt lenne valaki, aki ezt szívesen csinálná, és össze tudjuk hozni neki. Mert ugye erre jók azok, hogy már van egy ilyen kapcsolatrendszer, akkor neked a tulajról indulni esetleg, hogyha most kezded az egészet. Így igaz, hogy a LinkedIn ugye azért is van, hogy aki ott jelenlévő cosplayesek, de csak annyi, hogyha beleg akarnak dolgozni cosplayesek, vagy esetleg fotósok, vagy esetleg sminkesek, háttérmunkások, hogy mindenkit ugye felmerünk, mindenkit egy szintre, és akkor lehet még tovább és tovább. Igen. Azért lehet egyébként ez nagy segítség, hogyha van a kapcsolatok. Folytatásban a tagokat mutatnánk be röviden. És akkor szerencse az én tisztem bemutatni a jelen menetem lévő hölgyet, a Kunti Krisztinát. Ő neki a becenege a Galaxina, vagy esetleg egy Facebookon Galaxina sztárként lehet megtalálni. Ez az én sikerült kezelnem. Ő maga a Lili Nuri Projectnek az alapítója és megállapodója, az ő fejében vattam ki ez az egész, hogy van egy ilyen,
legyen egy ilyen csoport, mondhatni. Ő a főszervező, tehát ő maga a minden. Mondhatni, ő tartja egyben ezt az egész csapatot, és emellett természetesen magának a Living Dream Projectnek van egy weboldala, amit ő aktívan szerkeszt. Természetesen nem csak szerkeszt, hanem rengeteg izgalmas cikket tud írni, jó hosszan kifejt, de tudom, saját tapasztalatom, el szoktam olvasni mindegyik cikkét, és nem csak ugye cikkekkel foglalkozik, hanem a cosplayes, mint lehet látni jelen pillanatban is, és mindannyiunkon is van, de az magánéletben is egy fantasztikus ruhákat tud készíteni. Jelenleg egy ilyen támogatói státuszban van inkább személyes elfoglaltságok miatt, tanács
tanácsokkal segít főleg és segítek én egyébben. Szóval következő tudunk Kecskés Ádám, aki már segít. Igen. Mint egyen által mindig segít, tehát őt általában most szoktuk emlegetni még a Hazardous Pictures-en kívül. Jelenleg ott üllent. Igen. Ott üllent a földön, de őt szoktuk, ugye, őt szoktuk úgy emlegetni, hogy Ádám mindig segít, vagy Ádi majd segít, vagy kérdezd meg Ádit. Ádám minden. Ádám minden tud. És jelenleg is segít, hogy két videót készít a belépésükről. Jelenleg is most így videózza ezt a kis beszélgetést. Ő fotós, és emellett komvideókat is csinál. Szerintem biztos láttátok már szép hosszú terjedelműek, a képei pedig egyszerűen csodálatosak. Tehát majd így következő képeken is meglátjátok, mert van pár emberekben abban olyan kép, amit ő készített. Majd jelezzük. A következő barban eljárt a Babett. Is van. Tehát őt találjátok meg általában, hogy Henikó. Meg jelenleg ő is szintén fotós, de szerintem a Henikóról nem kell mondani, ő is ott is ismert cosplayes. És egyébként a legjobb, tehát ő még nincs egy hete a csapatban, úgy hivatalosan természetesen korábban már dolgoztunk vele, és ott nem tudom munkálni. Így igaz. Következő ember, akit ott adunk tagok közt, Pongrácz Anita, aki itt ül mellettünk. Általában mi van a néven ismerik, nem tudom, hogy mondani, hogy te ez a név. Szerintem lehet, hogy hallottatok. Nem tudom, hallottatok. Szörnyű. Ugye ő videós, és videósként vált igazán ismerté, és köszönhető kapcsolatot is, ugye? Ott ülök. Ott ülök rajta. Igen, a tőlük meg. Hát, igen. Mivel most még annyira nem aktiválunk a videózással, mint olyannal, de már nagyon fontos, hogy csináljuk. És olyan videót, amiben igazi videós. Viszont a közös videókat már ilyen beszélgetéseket csináltunk neki a saját csatornára. Emellett mi csak úgy hívjuk, hogy páncél szakértő. Így hívom. Mindenki nagyon szívesen fordul hozzá páncélkészítés kérdési körben. Nagyon jól tudja meghatározni, milyen formanyel legyen egy adott elemnek ahhoz, hogy az jól nézzék ki ezt a kisebbi páncélban. És hát ugye látszik a képérdékel is, és ugye jelenlegi megen is arra egy cosplayes, de ez biztos nem sütöttétek róla. Tehát ő nem gyert, nem megállapítunk. Még nem gyert mondom semmi ügyet. Van még egy tanulunk, Nagy Gábor, aki Lord Harbor becenében, vagy hát cosplayes néven nem ismert még túlzottan, ugyanis ez is egy ilyen, egy hete lett kitalálva, talán vége valahára vagy szemelések közel vette. Nagyon nehéz választás volt. De jegyezzétek meg, mert érdemes nézni az oldalát is. Okay. Ő mostanság rendezvényfotós, mivel előfordul már, hogy hát ott is, vagy a többi fotós ember másokat kapott egy rendezvényen, és nem tudták magát az eseményt fotózni, hogy az emberek vagy maszkálók cosplayben vannak, róluk nem tudtak képet készíteni. És hát ugye erre most Gábort fogtuk be. Ő mostanság ilyen amatőr fotós szinten dolgozik még jelen pillanatban, de már nagyon sokat tanult tőlünk is a fotósoktól. És nagyon ügyes, tehát nagyon tehetséges képek készülnek utána. Hát egy tudás tanulni tesztelik, már nagyon jó lesz. És mint hogy a képen is látszik, posztélyes szintén, hát mi más lenne, ugye? Nagyon kevés ilyen posztélyes tanulni igazából. És mint hát a képet azt Lilla készítette róla egyszer, és ez úgy tintén nem tudom látszik-e. Igen. Nagy kedvencem. És hát ő is egy cosplayes, ő nagyon negatív véleménye van magára.
pozíció mellettem jobbra, a Marton Claudia. 12 lett jobbra, de mindegy, cserébe. Becelve a Roxanne Silver, és ő a fő grafikusunk, de neki pont láttam a munkáját is, és így elég súlyos, jól kinéző képeket készíteni. Azt viszont, hogy hozzátenem, hogy nincsenként is sminkes, tehát én azért hozzáraknám a sminkes jelzőt is, mert elég... Meglátjuk. Hát a cosplay is benne van, ez az, amit a kép is mutatja, hogy nagyon szeret cosplayelni. Mi is nagyon szeretünk cosplayelni. Nem tűzol? De, felettél a sminkes, felettél a sminkes benne. Ő készíti a általában a legtöbb sminkjét. Következő tagunk Hegyi Anett, a Becelemen a Mimoló, és ő egy régi barátnőm amúgy. Ő nálunk egy grafikus, és egy, majd később megálljátok, hogy megcsinálom, mert elég sok régi, tehát szerintem ő az egyik legszívesebb tagunk. A grafikus mellett cosplayer is, és ő írja a Future Friday cikkeket az oldalunkra. Mindezek mellett az oklevel felelősünk is, szerintem akik kaptak már ilyen Living Dream-es külön díjat, nyelvényfotózást, és megvan esetleg az oklevelük, azt általában Etti csinálta. Az újabbakat igen. És szerintem nagyon jó minőségek és nagyon szépek, nagyon szépen dolgozik. És hát igen, tehát, hogy valaki szeretne esetleg Feature Friday-ben bekerülni az oldalukra, aznak érdemes tettét keresni az Aznán Miharót. Igen. És a következő tagunkat is én mutatom be, ő Virág Fuzsina, ő is egy elég friss tagú. A beceneve Miau, és grafikusként van nálunk. Nagyon szépen rajzol igazából, és a Photoshop-ból is ide gyönyörűen bánik, és emellett cosplay-el, látjátok a képén. De ez olyan egyhetek észre, de az a cosplay-t is. Igen, különösségek készítik el a szépen. És hát emellett azért megemlíteni a rajzos mellett azt, hogy arc és testfestő. Jó, hogy nektek úgy van. Igen, egy kicsit bővítettem még azért, hogy a köszítésre. Arc és testfestő. És hát reméljük, hogy ilyen zombi fotózása majd én jó zombi sminkeket azért csinálnak ő is. Majd megmutatom. Folytatjuk Gózsitesz Tiborra, akit Loki néven ismerhettek az emberek. Ő elsősorban a weboldal szerkesztésében segít nekem, főleg. Hát olvasgatja a cikkeket, amikor itt egy kell valamit, mert úgy mégsem ennek ki, csak magától valami. Vagy hát ilyen háttérmunkákat, úgy szabad fejlesztésétől kezdve az a képek elnevezése. Mindenki adatot kell lenni, ki volt a fotós, ki volt a grafikus és egyébként adatokat. Tehát ezeket szoktuk általában neki átadni. És persze segít azért még a háttérben valóban is. És hát ő is jó is cosplayes. Következő tagunk pedig Horváth Anna, az ő becenem Dóra, és ő egy cikkíró az oldalon, ahogy mindjárt láttátok. Cikkíró és cikk szerkesztő, és emellett cosplayes. Ő is mostanában került be, még ő is nézegett, hogy most készül egy nagyon jó cikkel, szerintem hamarosan meg is fog jelenni, meg nem már remélem jelenben. Még képeket gyűjt hozzá. Igen, tehát még éppen anyagot gyűjt hozzá, de szerintem hamarosan látni fogjátok is, és egy elég érdekes cikk, hogy így kirakta nekünk. És ugye érdemes megkérdezni neki is a következő cosplayest, akit bemutatunk. A Bondi Boglárkát, ők ugyanis így látszik, ő azt a részképet választotta a prezentációba. Tehát az Asterix és Obelix cosplayért nagyon odaigadunk is. Közönségkedence jelölést is adtak a Madokanon, és azt hiszem nekünk originált. Tehát Bondi Boglárkát Buttercup becenében lehet ismerni, általában így írja a látszikkét is. Neki, mint cikkíró, mert megjelent az első cikke nálunk, és a dolgozik a továbbiakon természetesen szintén. A szerkesztésé minden ő vannak a saját a sebetet, és mint hogy szerkeszteni értelemszerűen. És hát mint tárgyak, hát az teljesként szintén a két tevékenységben van, és hát mint hogy magasok közös osztályok is lehet vele. A következő tagunk pedig Hozzá Kancsina, becenete pedig a Harvey. Jelenleg a Living Dream-ben ő cikkíró, de amellett ugye egy nagyon jó cikkeket ír, nem csak írja őket, hanem szerkesztés természetesen, és átnézi a mások által írt cikkeket.
illetve mint lehet a kívül is látni gyerekek cosplayes. Videóval, ahol végre pozitívan mutatták be a cosplayt.
vagyok, ide is kijöttek ma, tehát találkozhatok vele bárhat, talán majd láthatatok, hogy felvételeket készítettek. Ez majd egyszer csak adásba kerül, azt még sem tudjuk pontosan, mikor. Ugye vannak a csapaton belül is egyéni elképzelések, álmok, gondolatok, tehát ugye nekem is van egy saját dolog, amit szeretnék majd megcsinálni, de mindenki másnak. Ezeket ugye ilyenkor megbeszéljük, megnézzük, mennyire megvalósítható, összefogunk és igyekszünk megvalósítani is a dolgokat. Viszont hogyha ilyen olyan valamivel már tudunk segíteni, akkor nagyon szívesen segítünk a külsősöknek is. Illetve hogy olyan ötlettel jön egy külsős, amivel még azt mondjuk, hogy igen, ezt meg lehet csinálni, és ez tök jó, akkor abban is tudunk segíteni. Tudom segíteni az állóval a váltásnak is az értségében. És Ádi segít. Köszönjük szépen.